Üdvözlöm, sziasztok, kedves barátaim! Egy rövid videó Ajurvédáról szeretnék nektek ma beszélni. És a téma mi lesz, hogyha minden reggel iszünk kurkumás vizet, akkor milyen hatása lesz a mi szervezetünkre, a mi testünkre. Ez lesz most, ami nagyon hasznos, azért érdemes végig megnézni. Helyezkedjetek el kényelmesen, és akkor kezdjünk. Rendben, hát mindenki tudja, és sokan csinálnak már azt is, hogy mikor reggel felkelnek, akkor isznak langyos vizet, egy pohár langyos vízzel. És ez már nem egy elterjedt gyakorlat, ami mindenki tudja, hogy nagyon jó megtisztítja, elindítja az emésztést, és stimulálja a szervezetet, méregtelenít, nagyon hasznos. Ajurvéda javasolja, hogyha már ember ezt csinálja, akkor igyon kurkumás vizet. Mert ha iszik a kurkumás vizet, akkor az ő természete miatt van különböző hatások, amit ember tud ezzel elérni. Az egyik, amit látjunk, az, hogy megtisztítja a májat, detox csinálja a májnak. Hogyha a májat megtisztítja, akkor a szervezet is kezd tisztulni. Ezen kívül javítja az anyagcserét. És mellette, hogy megjavítja az anyagcserét, amit láthatunk, amit a videóban, mivel a zsír sejteken dolgozik a kurkuma, mert ott van a kurkumin, ezért anyagcsere biztosítani fogja azt, hogy ember megszabadul a fölösleges súlytól, zsírtől megszabadul. Ez az egyik, igen. Megyünk itt tovább, amit most láttatok. Akkor mája tisztítja, akkor beszéltünk, hogy javítja az anyagcserét, ezen kívül javítja az emésztési rendszert, és kiegyensúlyozott cukorvért, vércukrot, bocsánat, és erősíti az immunrendszert. Ezeket még csinálja. Ugyanakkor tisztítja az epét is, hogyha jó a tiszta az epe, akkor, ahogy beszéltünk, javítja az emésztését, ezért jó, tiszta és erősebb lesz az emésztést. Kontrollálja a balancot, a cukrot a vérben, a szervezetben, azok, akik szenvednek a cukornak a túlsúlyban, vagy túl dominál a cukorvér szint, akkor a kurkuma segít a balancba, egyensúlyba hozni és tartani a vércukrot. Szóval ezeket így adja. Ugyanakkor ez mellett, vagy ezen kívül, mivel tisztítja a vért, és tisztítja a májat, és epét, akkor jobb lesz az emésztés, és nem csak az emésztés, hanem sokkal jobb lesz, hogy mondjuk jobban tudja magába szívni a vitaminokat a szervezetünk, ugyanakkor antioxidáns, ez azt jelenti, hogy immunrendszert erősíti, ez az antioxidáns hatása, és mellette feltöltrenít a szervezetet, mint egy feltöltrenítő antibakteriális szer, még egyszer megnézzünk ezt a videót, antibakteriális feltöltrenítő hatással működik az ember szervezetében. Ezek a pozitív hatások, amit lehet kapni, hogyha valaki iszik minden reggel kurkumás vizet, akkor most hogyan lehet ezt csinálni, milyen folyamat. Egyik fontos, amit szeretnék említeni, hogy az, aki még sose csinálta, akkor kisebb adagokkal kell kezdeni, mindjárt mondom az adagolásot. Azok, akik már
kurkumát fogyasztanak napi szinten, azoknak lehet kicsit nagyobb adagot. És akkor itt láthatunk megint a videóba, ó, nem ezt nyomtunk, ezt akartam, hogy akkor a kezdőknek a teljes kanál, negyed teljes kanál, akik már is lehet érezni és tapasztalni, hogy milyen hatása lesz a szervezetben, szervezetre, hogyha nincsen ilyen túltenhelés, hanem így jó érzi magát, akkor mehet az egy negyed, egy pohár vízre, negyed teljes kanál. Aki bátor, és vagy már fogyasztotta mindig a kurkumát, akkor fél kanállal, teljes kanállal, egy pohár vízre, ezt bátran lehet csinálni, és akkor fog kapni ezeket a jó hatásokat. Viszont kinek nem javasolt, ez azoknak a hölgyeknek, akik terhesség alatt van, inkább tartózkodjanak ettől a féle tisztító kúrától. A többieknek mindenkinek ajánlat, de lehet még kettő dolgot hozzáadni. Az egyik, hogy a kurkumában van a kurkumin, ami nagyon hatásos, és van még egy érdekes, ami egy összetevő, vagy egy termék, ami miatt még nagyobb hatása lesz, ez a peperin. Peperin, ez a fekete borsban van. Hogyha valaki fekete borsot, pici, nagyon nem kell sokat, kis csipetet rakja a fekete borsot, és így fogyasztja, akkor az még erősíti jobban a hatását. És még lehet egy kicsit jobban, mert vannak emberek, akik nem sima langyos vizet, pohár vizet isznak reggel, hanem isznak citromos vizet. Nagyon jó, folytassunk citromos vizet, és rakhatjunk hozzá fél kanál vagy negyed kanál, teljes kanálnak a kurkumát, és egy kicsi-kicsi egy csipet a fekete borsot, és akkor csodálatos hatása lesz. Aki ezt csinálja, hogy bizonyos ideig rendszeresen fog látni, amennyire megváltozik a szervezete, tisztább lesz, erősebb lesz, egészségesebb lesz, antibakteriálisan fog működni, és kontrollálja a súlyat a szervezetnek. Jó, ebbe gondoltam, ezzel veletek megosztom. Köszönöm szépen a kommenteket. Lájkoljatok a videót, iratkozzatok fel a csatornára, a Facebookra és a YouTube-ra természetesen. Majd utána folytatjuk, és találkozunk újra. Köszönöm szépen, mindenkinek sok boldogságot kívánok. Hare Krishna!